Kedves dalmaasszony, mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt Csóri Sándor, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindannyiuknak. Talán néha önökbe is belehasít az a felismerés, hogy egy mondat, egy vers, egy dal, valami, amit régen hallottunk, nem lehetett véletlen, mert hirtelen évekkel később valamiképp értelmet nyer és a hasznunkra válik. Sőt, ebben a teremben biztosan nem én vagyok az egyetlen, aki úgy hiszi, hogy véletlen valójában nincs is, mert minden történet, szó, dal, siker, kiált, próba, mindezeknek az értelme előbb vagy utóbb megnyilatkozik. Itt van például fiatal korunknak az a dala, amit hosszú évek után nemrég újra hallottam, és most itt a várakozás perceit kitöltő dalok között is helyet kapott. 17 éves koromban nem gondoltam volna, hogy 30 évvel később egy Emerson Lake & Palmer dal jelenthet nekem bármit. A dalszöveg nyers fordításban így hangzik. Van erőnk, hogy változtassunk. Nem tévedés, rajtad és rajtam múlik. Van erőnk, hogy változtassunk, ne tegyünk tovább úgy, mintha nem lenne vesztenivalónk. Van erőnk, hogy változtassunk, nincs olyan tett, amit vissza ne vonhatnánk. Van erőnk, hogy változtassunk, a mennyeknek tüze, az igazság kezében ég. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, már jó ideje mindenki, akivel találkozom, és minden, amit látok, hallok, tapasztalok Magyarországon, azt mondja, üzeni, sőt, kiáltja, változtass. Ez az üzenet nekem és mindannyiunknak szól. Nem is tudom, volt-e valaha, amióta élek, ilyen mélyről jövő és elsöprő igény a változtatásra Magyarországon. Talán egyszer, úgy 20 éve. Akkor persze más volt Magyarország hangja. Akkor büszkék voltunk erre a hangra, messze elhallatszott a nagyvilágba, messze elhallatszott, mert az emberek tiszta, egyenes és őszinte hangja volt. Magyarország persze akkor is nehéz helyzetben találta magát, de a hangjában mégis volt erő. Valami, ami tiszteletet ébresztett. Ma azonban gyengének látnak minket. Gyengének, aminek egyértelműen a gyenge kormányzás az oka. Kedves barátaim, az erőtlen vezetőket és a gyenge országokat sehol sem tisztelik, különösen nem a mai szuperszónikus sebességgel változó és átalakuló világban. A régi bölcsesség ma igazabb a nemzetközi politikában, mint bármikor. Inkább irigyeljenek, mint sajnáljanak. Ebből nőtt ki a hatalmas változás iránti igény, a magyaroknak egész egyszerűen elegük lett a gyenge kormányzásból. Tisztelt hölgyeim és uraim, itt az ideje, hogy Magyarországnak erős vezetése legyen. Olyan, amelyben megbízhatnak az emberek itthon és külföldön egyaránt. Amely képes helyreállítani Magyarország tekintélyét, hogy újra tisztelet övezzen bennünket a nagyvilágban. Olyan erős vezetésre van szükség, amely képes megoldani a gondjainkat idehaza, és kellő határozottsággal hallatni a hangunkat a nemzetközi szintéren. Olyan kormányra van szükség, amely felelősséggel kezeli a pénzügyeket, és amelyre nem nyomta rá bélyegét a bűnözés, a hatalommal való visszaélés. Olyan erős vezetésre van szükség, amely képes dönteni, és képes a döntéseket eredményesen, hatékonyan végrehajtani annak érdekében, hogy a magyar munkavállalóknak ne kelljen tartani munkahelyük elvesztésétől, és a törvénytisztelő embereknek ne kelljen a bűnözőktől félni sem az utcákon, sem az otthonukban. Ha ilyen vezetése lesz vagy hazánknak, akkor Magyarország hangját ismét tisztelni fogják, Magyarországnak lesz súlya és lesz befolyása is. Tisztelt hölgyeim és uraim, ennél a pontnál nem kerülhetjük meg azt a tényt, hogy az elmúlt másfél évben nagyot változott a világ, nyugodtan mondhatjuk, 2009-ben új világ született. Az új világ rögtön le is számolt néhány illúzióval. Leszámolt azzal az illúzióval, hogy pusztán számokkal, igazi munka és értékteremtés nélkül fenntartható a világgazdaság, hogy így finanszírozhatók a nemzetközi pénzügyi folyamatok. Leszámolt azzal, hogy a trükkök százaival fölfújt hitellufik nem fognak egyszer csak kipukkadni.
leszámolt azzal az illúzióval, hogy a világgazdaságban a piaci önszabályozás megfelelő és elégséges. Kiderült, hogy szükség van az állam szerepére és ellenőrzésére, nem lehet az élet minden területét a piacra, pénzügyi szereplőkre, bankrendszerekre bízni. Kiderült, hogy a piacgazdaság megújulásához mégiscsak szükség van valamiféle erkölcsi abroncsra. Az új helyzet, tisztelt hölgyeim és uraim, új világgazdasági versenyt is jelent. Olyan versenyt, amelyben másképpen és más eszközökkel lehet sikereket elérni, mint korábban tettük. Ázsia jelentősége és súlya feltartóztathatatlanul nő. Néhány hete Kína lett a világ legnagyobb exportőre. A globalizáció korábbi főiránya megfordult, immáron Kelet a fő haszonélvezője. Magyarországnak is tudnia kell, hogy bár Európai Uniós tagországként nyugati zászló alatt hajózik, a világgazdaságban ma bizony keleti szél fúj. Mindezek következtében az Egyesült Államokban és Európa országaiban is újra értelmezik az állam és a nemzetgazdaság szerepét. Az új világban Magyarország is más módon vívhatja ki a tekintélyét és a tiszteletet, mint korábban. A neoliberális illúziókkal nekünk is le kell számolnunk egyszer, és talán mindenkorra. Ha Magyarország meg akarja találni helyét és új hangját a világban, akkor nekünk is erős nemzetre és erős nemzetgazdaságra lesz szükségünk. Ehhez pedig erő kell, erő és biztos vezetés. Tisztelt hölgyeim és uraim, azt javaslom mindannyiunknak, felejtsük el azt a mítoszt, mely szerint országunk kicsi és nyitott, amely tőke, természeti kincsek és adottságok hiányában kénytelen a szüntelen és feltétel nélküli alkalmazkodás pályáját választani. Barátaim, az Európai Unió tagországainak fele kisebb, mint Magyarország. Mi vagyunk az egyetlen ország, amely saját céljai, adottságai és erőforrásainak hangsúlyozása helyett állandóan a méretére panaszkodik. E tévképzett meghonosodása mögött a Magyarország vezetés kitapintható érdekei húzódnak. A magyar elit rendszeresen az alkalmazkodás mítoszára és kivitelezésére építi hatalmát és személyes jólétét is. Régi történet ez. Ők tudják, mit kíván a tőke, mit kíván a hatalom. Bécs, Moszkva, Brüsszel, Washington. Ők győznek meg bennünket arról, hogy a külső kívánságok és elvárások nem csak jogosak, hanem teljesítésük valójában hazánk és társadalmunk érdekét szolgálja. Ahogy valaki találóan írta, alkalmazkodjunk, mert semmink sincs, hogy aztán tényleg semmink se legyen. Ráadásul a szüntelen alkalmazkodás a jellemtelenség melegágya is lehet. Kedves barátai, Magyarországnak olyan vezetésre van szüksége, amely hiszi és tudja, hogy a fennmaradás és siker forrása valójában az erő, az ész és a szorgalom. Hagyjuk végre magunk mögött a magyar kishitűséget tápláló kormányok korszakát. Én a magyarok kisszerűsége helyett a magyarok nagyszerűségében hiszek. Tudom, hogy a magyarok többsége a kishitű, alambuszi, oldalra pislogó alkalmazkodás helyett az eszünkre, szorgalmunkra és tehetségünkre épülő magyar jövőben szeretne élni. Természetesen én is tudom, hogy a politika a lehetőségek művészete. De csak olyan politikának van értelme, amelynek segítségével megvalósulhatnak céljaink és érvényesülhetnek az értékeink. Vagyis csak olyan politikának van értelme, amely a magyaroknak anyagi, testi, szellemi gyarapodást, lelki nyugalmat, kiegyensúlyozott és harmonikus életet hoz.